Sziasztok, én Mikey vagyok. És itt most a World of Warships látható. Egy kicsit már játszogattam a játékkal. Szerintem egyébként senkinek nem kell bemutatni ezt a játékot. Az egy ingyenesen letölthető regisztráció után a történet. És ezzel a hajóval küldöm most, ez egy 3-as szintű cruiser. Ha valaki esetleg nem tudná, akkor ez a World of Tanks-os történetnek a hajós verziója. Nagyon jó, nekem nagyon tetszik, a World of Tanks annyira nem tetszett, már mondjuk itt is inkább botok ellen játszok, mint mások ellen, játszunk ki, illetve az egyik ismerősöm. És ugye a sztori úgy volt, hogy hát ugye voltak japánok, volt az amerikai, a oroszok, németek, britek, most jött a lengyel, a Ázsia és a francia dolgok jöttek. Aztán nézegettem, hogy mi lenne jó, meg hogy lenne jó. És úgy döntöttem, hogy az amcsikkal megyek. Nekem úgy az jött be, és igazából szeretnék egy csatahajó terén, csatahajók terén elindulni. Ugye hát sajnos a Missouri csatahajót azt csak az csak 750 ezer csillag. Főleg, hogy egy játék után kapunk ilyen maximum 400 párat, hogyha nagyon jól sikerültek a dolgok, de hát inkább a 100 vagy 200 valamennyi a megszokott. Nézegettem, az oroszok már ugye nincsen csak cruiser és destroyer. Németeket néztem, hogy ott vannak még csatahajók, de hát ugye a Kaiser, ami már igazán nagy. Nassau is nagy, de a Kaiser az tényleg ez bitang erős. Tudom venni a Dresdát. Jó, hát biztos nem jöttem egy körcse a németekkel még, úgyhogy a briteknél szintén csak cruiserek vannak, a lengyeleknél egyetlen egy hajó van, ami aranypénzért lehet megvenni. Az ázsiaiaknál szintén kettő darab hajó van, itt aranypénzes szisztéma, és a francia pedig hamarosan jön. És így ezt a vonalat követvén az amerikai hajókkal kezdtem el, ugye először volt az az Ariel, vagy milyen a neve. Aztán jött a Chester, annak aztán volt egy B hajóteste, amivel már jó fejlettebb volt a hajó. Nem nagyon sokat lőttem vele, ha jól tudom, akkor 6 ágyú volt rajta. Lehet, nem mindegy. És aztán onnan kifejleszgettem végig, sikerült megszerezni a St. Louis-t. Ezzel a B fejlesztés is rákerült, így már 14 ágyúja van. 7-7, jobbról balról. Elől is van egy és hátul is van egy, de igazából oldalt van a sok. Úgyhogy oldalra fordulva egyszerre 7 ágyúval lehet tüzelni. Ami azért nem rossz. Aztán most a Carolina lesz, ami a Dél-Carolina lesz a következő, ami már egy csatahajó. Gondolkodtam ugye itt a Sámson, a Destroyer, ugye a romboló terén is, de amit nézegettem, romboló hajókat, az nem igazán nyerte a tetszésemet, amit láttam, mert itt nagyon gyorsan ki lehet lőni, nagyon kevés a páncélzatuk. És hát a tűzelők se túl jó, annyi a különbség, hogy torpedózni tudnak, és hát az a torpedó az sokat levesz, de hát azzal is kell találni valakit, az nem egy közelebb mész, akkor pedig szétlőnek egyből. Úgyhogy inkább úgy döntöttem, hogy maradok a cruiser, illetve a battleship felé fogok orientálódni, a csatahajók felé, aztán majd lehet, hogy lesz anyahajó is belőle, nem tudom, majd meglátom. Ez ugye volt a
az előző látható pillanatra, meg az elején is, az volt a St. Louis. Ez pedig már a South Carolina. Ez pedig egy csatahajó. Ezen már rendes, konkrét ágyuk vannak. Ez egy tök maga nemében, de ez még mindig csak hármas szint. Tehát ez még mindig csak a hármas szintről beszélünk. Ott a ilyen tízes szint környékén akkora hajók vannak, hogy alig férnek el itt ebbe a kis folyó torkolat-szerű dologba. Ugye a folyóba, keresztbe. Például az anyahajók, a régi portozók. Hatalmas. Tízes szinten az hatalmas. De igazából én erre szeretnék orientálódni, erre a csatahajó szisztémára, ugyanis ez már azért lassúnak lassú, az igaz, de jól bírja a lövéseket, és erős az ágyúja, amivel ugye rendesen lehet használni. Aztán jön utána a Wyoming, ami azért már nagyobb, és ágyúból is rendesen el van látva, amit látjátok. 4-es szinten. Illetve, nem, ezen még nincs. Itt oldalt is vannak szép kis ágyúi. És nem is tudom. És ugye itt volt a legelső... Igen, a legelső... anyahajó. Ami hát egy sima hajóra lett ráépítve, amit látszik. Kifutó pálya a Teskákból egyértelműen, aztán ugye ezt fejlesztették későbbiekben, és akkor utána már folytatjuk is. Na de hagyjuk a fölösleges dumát, folytassuk a csatát, hogy a Szent Karolinát, vagy a Szent Karolinát, a South Karolinát tudjuk fejleszteni. Amihez, ha jól megy, akkor egy meccs, ha nem, akkor kettő. Végre megvegyen a 3000 csillag. És a nem tudom, hogy összeg az megvan már mondjuk. Szóval maradjuk ennél. Support. Ugye ez a St. Louis. Ezen van egy pár ágy látható. A piciket nem tudom, azokat nem lehet használni. Azokat nem kell belevenni, mert előtte én is belevettem. De aztán lehet, hogy mégis használható. Azt számoljuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hogy ezt egynek veszi? Akkor ott csak 6. Akkor nem értem. Vagy 16 ágyú van rajta? Nem 14? Fogalmam sincs. Na mindegy. Ne menjünk bele a részletekbe. Meg is lehetne nézni valahogy itt, azt hiszem, hogy ide rákattintok. Nem ide kell rákattintani, hanem a... Ide talán nem is nagyon látszik. 14x1. 152 milis. Aztán van 18x1 a picik, 76,2-es. Hát az nem tudom mire jó, mert azt egyszerűen nem is tudom használni. Azok valahogy nem lőnek, csak a nagyok. Nem értek hozzá. Most kezdtem. Eddig jutottam el, amit láttátok. Harmadik hajóval killódok. Ez is csak úgy igazából az ölembe potyan, mert ugye jött az a Free XP. És kaptam annyit hirtelen a játék, vagy a ládában, vagy nem tudom miben volt, hogy tudtam fejleszteni fullra. És még maradt is. Azóta már szereztem is. Na, nyomjuk egy csatát. Botok ellen, de multiplayer, tehát a csapat többi tagja az rendes játékos, csak az ellenfél bot. 5 darab cruiser lesz és 2 darab destroyer. És mit töltesz? És úgy vannak itt felosztva, hogy pont a
Tehát amilyen hajóval vagyok, annak lesz egy tükörképe, és ugyanolyan hajó fog jönni szembe. Csak nem biztos, hogy kifejlesztett teljesen. Mondjuk itt elég sok a négyes. Karlsruhe. No. 100 km innen a város. Jó, hát lesz itt egy-kettő szépségesség a sajó. Ez miért? Nem én közel. Esik az eső, na ilyen sem volt még. Na de ezzel a kis hajócskával vagyok, és itt van egy-kettő. Én vagyok a legszélén. A C felé. És ezt az AB lövedéket szoktam használni, mint itt van alul. És ott van alul 14 darab ágyú. Közünk itt a képernyő közepén azok is sárga színű és zöldre váltó dolgok, azok az ágyuknak a pontjai, hogy ránézzük, akkor tudok üldözni. És hogyha ráfordulnak az összes ágyú, akkor egy szép nagyot lehet lőni. És beért. Tetszik. Jó szó. Hát ezek olyan gyorsak, ezek a többi hajó, én fullon megyek. Teljesen fenn van a gáz, vagy a fullon, nem kell folyamatosan nyomni. Hanem csak azok a fogazatok vannak. De ez a hajó, ez... Oké, ez nagyobb, mint például a másik, mint hasonló kaliberű. Az is egy... Zella, jól láttam, az japán. De, na, ez lassú. Viszont... erős. Enemy force detected. Igen. Ja, Tamás. Repülnek ám a kis madárkák, de átadjuk rá, az már réges-rég nem ott. Majdnem sikerült. El is foglalta a célt egyedül. Nem tudom, ami szórakozik ez a hajó. A lassú tetű. Egyel.
megszedtem a kis macskot, és ott megállt, úgy nézem. Vagy nem tudom, mit csinál, de én most visszafordulok. Ah, látom, ami repülőgépezés is van. Igaz, hogy mi is kaptunk, de nem számít. Ennyi belefér. Na, akkor nézzük meg ezt a B pontot. Most már látom, a többiek is mennek. C-re nem jön senki. Legalábbis nem látok senkit. Ezen a felén biztos. Már lehet, hogy itt kéne maradjak, hogyha többiek megindulnak a B-re. Orientálódnak. Akkor ezek lehet, hogy átjönnek a C-re. Egyelőre itt maradok. Igen. Ezek átjönnek a C-re. Legalábbis az egyik az biztos. Próbálok úgy, igen, foglalja is a C-t, lehet, hogy próbálok úgy fordulni, hogy... Ami nem egyszerű dolog. Remélem, hogy befoglaljuk a B-t. Ó, felfedezett egy kis műszak. Jön a másik. Ó, de örülök nektek. Remélem, neked nincsen torpedó. Szemét szaralak vagy. Hát... Azt hiszem olyan helyzet is ügyes lesz a hajó, ahol nem kéne alapulni őleg. Ó, azért nézem.
ezek a torpedók, ezek iszonyat. Moki, nem láttad a torpedót? Az még jó lesz, még rám is jön. Kicsit vágjuk, hogy csak le. Na nem, addigra pont elsüllyedek. Még az még. Szép lett volna még, hogyha még megkapom a torpedókat én is. Oh, 567, sose volt ilyen jó. Jó, mondjuk volt találatom bőven 94 találat, két sűjjesztés. 9-szer védtem, biztos, 28 célpont találat. És ez a Citadel, ezt nem tudom mi, de szerintem a fő akármi csodának a találata. És első lettem. Na. Ez egy jó dolog. Úgy, hogy ellenünk egy csomó négyes hajó volt, én pedig egy hármassal voltam. Viszont ez tök jó dolog. Egy négyest elsüllyesztettem, egy négyes szintű hajót, illetve egy hármast. És egy másik négyest pedig meggyapáltam. Tehát aztán az időt. Az a legrosszabb az egészben, hogyha a csapattársad úgy úszik el, mert nézed ezt a távcső nézetet, nézed, ezt a célzó nézetet, és ugye hát csak így, mintha valami beúszott volna eléd, és közvetlen melletted úszik el, és te pont lősz, akkor telibe trafálod, egy az egybe. Most visszalépek a portba, legalábbis szeretnék. Csak szerintem ez... Ez most nem lehetséges. Valamiért? Ez nem. Na. Ez nem tudom. Mit csinálják? Nem akarok én játszani. Átváltam, jó? Csak hogy... Akkor elméletileg ezt el lehetne adni. De valami nem jó most ezzel a dologgal. Tegnap is kifagyott, és tegnap sem tudtunk vele játszani tovább. Egyszerűen lefagyott a játék. Most is szórakozik. Ezt eladom a Chestert. Nem adom el. Nem adom el, mert a kollégának Chester-e van, és ő azt fejleszteni, akkor tudunk együtt menni Chester-re. A Saint Louis-t sem fogom eladni, mert utána azt fogja kifejleszteni a Chester után, és akkor azzal kell menni, akkor utána eladni a Chester-t. De... Nem nagyon tudom még a dolgokat, viszont ezt ki tudom fejleszteni. Végre! Igen, köszönöm. És megvan a csatahajó. Ja, még nincs, most ki kell fizetni érte az árát, így van. És most van meg a csatahajó, miután színesben látom a képet. Fantörpikus. És itt vannak a fejlesztések. Majd ezek ugye az alapfejlesztések, amik alapból jöttek, és aztán jön ez a plusz 3. Hát ez 1800, ez nem olyan kevés. És ez mi ez a tény? Ez mi? Ja, hogy lehet ilyen javító csomagot. Ezt mi aranypénzért lehetne, hát azt nincs. De majd, hogyha megvesz az a dobozkot majd kint, akkor lehet, hogy majd olyat fogok kapni bőle, meglátom. És van benne ebben is AP-lövedék. Nagyszerű, ezt le kell teszteljük. Ezt vártam már mióta. Na, hogyha ez a csík betelik, 2000-ig, aztán 10000-ig, vagy nem tudom meddig. Lényeg az, hogy mindig kapsz újat, és akkor utána jön valami újdonság. Amit lehet belőle választani.
vagy random, vagy nyomsz és akkor bead valamit. Mindegy, tegnap sikerült először összeszedni a pontot rá, úgyhogy tök jó. Ugye ötös, itt a ötös szintű a saját szintem, illetve a hajó szintje az hármas még mindig. De ezt a hajót, ezt most így kell próbáljam, nem érdekel mi történik, nem érdekel a szétlőnek. Meg akarom hallgatni azokat az ágyukat, hogy mit szólnak. 5 darab cruiser, 2 darab destroyer, ismét? Az nem lehet, ugyanis én egy csatahajó jövök, akkor legalább egy csatahajónak kell lennie. Szent Kalonia, és van is. Kettő is, mert ott van a Nassau is. Így van. Hát erre kíváncsi leszek, hogy vannak ott a szép négyes hajók. Azok nem keményebbek. Ehhez én költök. Melyik ennek az eleje? Gondolom az. Négy darab ágyú. Dupla csővel. Action stations! Good luck, everyone. Elég messze ellát. Az is egy csatahajó. Thank you. Német. Ezek az ágyuk, ezek mentén tudnak elfordulni. Az a hátsók. Az lesz a lényeg, hogy a hátsók azok mentén fordulnak el. Egy repülő. Na, valaki elengedett egy repülőt. Nem akarom elhinni, hogy itt nincs senki. Már egész eljutottunk majdnem odáig. És sehol senkit nem lát. De a kis torpedósok ezek hol veretnek ennyire? Verám hullámot. Aha, ott vannak a túlsó felé. Hát annyira le nem tudok ülni, hogy ott lenne hátul, akkor még azt mondanám, hogy oké, de... Hát, az szerencsétlen, azt elébe verték a torpedók. Nem volt sokat, de beködöltek már megint. Igen? Jó. Már csak át erre a kettes lövedékre mutatsz. Jó, ezért nagyon lőnek. És talán csak az a nem látok rá. Elég lassan táraz, ami azt illeti. A fene? Hol?
átadom a szerencsés csomagot. Na megint. Benne a pofádat. Na hoppá, eltaláltalak, fiam. Az mi az? R? Talált. Közel kéne menjek valaki ezzel, hát kihez mindenki elment a fenébe. Olyan lassú, hogy a tető. Jajjaj. Na, talál vajon? Ó, talált, három is. De pont egy csatahajót találtam el, úgyhogy túlzottan sokat nem vetlenek. Az újra töltés idő. Igen, csak. Tölts már be! Kérlek! Áj! Bélém! Találd el! Találd el! Á, bocsánat! Viszont kapott a csekkére. Hogy csináltam, hogy egy sok lövés ment felé? Nem tudom, első volt egy csatahajóval, foglaltam, 11-et találatom volt. Nagyon sikeres, igazából sok mindenkivel nem is találkoztam, mindenki tök messze volt tőlem. Nem rossz ez a csatahajós történet, mert azért elég masszívak. De milyen lassúak, ez nyugodt embereknek való. Mint én? Na. Hát... Szent Louis az aratott, mint amikor én is Szent Louis-zal voltam, én is arattam. Ugye az a rengeteg ágyúval lehet ritkítani. De ez van. Na most mi van már meg? Én azt hiszem, hogy ezt nem kell erőfessük, mert nem igazán működik. Reportoljon szerencsétlen boton.
Na, a lényeg az, hogy megvan a csatahajó, egy kicsit dolgoztam rajta, mármint dolgoztam, hogy a fejlesztések haladjanak, és ezt már ki is tudnám fejleszteni a kettőből együtt, tehát a Free XP-ből, illetve a sima XP-ből, viszont a csillagból a motort fel tudnám fejleszteni. A 16.000 lóerős az 15,8 csomóval tud haladni. A 17.600 lóerős pedig 18 csomóval tud haladni. Amikor a lassúnak mondott Saint Louis haladt, mennyivel haladt? 23-mal? Akkor még lassabb. Egyelőre nem fejlesztek rajta, hadd jöjjön még egy kicsit a cumó. Aztán majd később, hogyha megjön a Zoli, most ott, na végre. Megjön a Zoli, akkor megnézi ő is. Nem hiszem el, most mi van már megint? Miért nem tudom mozgatni ezt a szerencsétlen hajót? És azt látjátok, hogy ez mozog, az az ágyú itt magától? Vagy csak a képminőség a... vagy élsimítás talán? Nem tudom. Na mindegy, lényeg az, hogy ezek a kis ágyúk ugye ekkorák vannak körülbelül. Hát talán nagyobbak a Saint Louis-on, vagy a Chester-en mondjuk. Ilyen ágyuk. Most. Ezek... lőnek-e vagy nem? Azt nem tudom. Hogy ezek lőnek, az biztos. Ezek szép nagy tövök. Na hát igazából nem lőttek ki. Már megint nem tudom forgatni. Nem lőttek ki, tehát ilyen módon sikeresnek tartottam ezt. Lassúnak lassú, de hát ez van. Hát még olyan szerettem volna mutatni, a játék igazából erről szól. Vannak mindenféle népcsoportok. Például, hogyha rákattintok az oroszra is, persze nem történik semmi, mert hát ilyen történne. Akkor, mert most megint nem történik semmi. Britek, arra bírok kattintani? Köszönöm. Tehát a Britnek az egyes fokozatú hajója, ez a Black Swan. Ha a briteket választjátok, akkor az első hajó az ez lesz, amivel tudtok közlekedni. És vadászni. A németeknél a Hermelin, az oroszoknál az Orlan, ugye az Amerikát az Erior, vagy valami hasonló, és ezt hadd nem mondjam ki. Oké, jó, szóval ez lesz a japánoknak az első számú hajó. És itt kezditek az egészet, lényegében XP-t kell gyűjteni, hajót fejleszteni, és aztán tovább játszol a hajóval, XP-t gyűjtesz, hogy a következő hajót is ki tud fejleszteni, aztán átlépsz a következő hajóra. Ugyanis hogy az előtte, nem például a War Thundernél, ott úgy volt. Nem, bocsánat, nem. Nem War Thunder, hanem a... De a War Thundernél úgy volt, hogyha például mentem egy T-34-essel, akkor az is kettesem is fejlődött. Ugyanúgy. Persze, hogyha viskettessel mentem, akkor... vagy az is egyessel mentem, akkor többet fejlődött elméletileg, de mindegy, akkor is kaptál rá fejlesztési pontokat. Itt viszont, hogyha... csak akkor kapod a fejlesztési pontokat egy bizonyos hajóra, például a Chester-tiak meg kifejlesztetted, tehát használható, és tovább akarod fejleszteni a hajó testet, illetve a dolgait,
akkor azzal a hajóval kell játszál, amire szeretnél fejlesztéseket feloldani. Ez mondjuk nem lehet az, hogy az egyes hajód az fullos, és játszol vele, és akkor megkapod a kettes hajó, nem. Az, amelyik hajóval játszol, csak arra mennek azok a pontok, azok az XP-k. És ezt nem tudod átvinni a másik hajóra, sajnos. De majd a kapitányt, ha jól tudom, nem is tudom hányas szintől, 6-os, 7-es szintől, azt már utána át lehet rakosgatni egyikből a másikba, és azt is lehet fejleszgetni, de egyelőre még nem. Úgyhogy te, én ajánlom az amerikaiakat. Tök jó hajóik vannak, lassú, de odabasz. Na. Alapból nem, de mikor megveszem rá, vagy megveszitek rá a B-testet, a B-hajótestet, illetve a több fegyvert, vagy a jobb motort, vagy a jobb radarrendszert, eszméletlen lesz. Tök jó lesz. Valószínűleg, hogyha a Karolinára is nem akar visszaváltani, mindegy. De a Karolinára is megvenném a... valami nagyon jó, nagyon nem jó. A B-testet, a B-hajótestet, akkor ugye azzal több HP-t kapok. Ugye itt is van. Most megvehetném rá ezt a 17.600 lóerős motort, akkor így gyorsabb lenne. Én gondolom kicsit jobban is, gyorsabban elérni a végsebességét, a csúcssebességét, illetve lehet a radart, ami azt mondja, hogy 15,7 km-re lát el, ha jól tudom, hogy ez azt jelenti, vagy a lövés addig megy el, nem tudom, tehát vagy a kettő. És vagy ez, vagy az. A Chester, ha jól tudom, 11,7 volt a maximum teljes kifejlesztettsége. Azért ez már jobb. Alapvetőleg pedig tud 14,2, de ez már azért jobb messze. Látszott is, hogy sokkal messzebb tudok vele lőni. Aztán itt van az A-hajótest, ami tud 29.000-es hitpointot, ami a sebzés lenne. Ugye nagyon jó erősebb a páncélja is. Aztán itt van a B-hajótest, aminek a páncélzata szerintem nem változik. Viszont 31.700-ra nő a sebzéstűrés. Illetve... hát most nem tudom, hogy akkor kap-e új lövegeket. Nem biztos. Vagy a lövegek megváltoznak rajta. De általában például, amikor megvettem a Chesterre, vagy a St. Louisra megvettem a B5-testet, akkor a lövegek is fejlődtek, jobbak lettek, vagy több lett. De itt azt írná itt, hogy akkor a másodlagos gun, másodlagos fegyver 22 darab másodlagos fegyver van, és akkor lesz 20. Ez az AA mount, ez nem tudom mit jelent, az plusz 4. Nem tudom. De, hogy hogyan lehet használni a másodlagos fegyvereket, azt nem tudom. Oda én nem jutottam el. De láttam már olyat, aki használta. Pont egy csatahajón, hogy a nagy ágyukkal, mind a négyjel lőtt egy másik csatahajót, a picikkel meg engem. De nem kérdeztem meg tőle, hogy csinálja. De nyilván nem is mondtam volna el, mert ellenfelek voltunk, meg hát ugye bot volt. Na mindegy, de a lényeg az, hogy azokkal is lehet elméletileg lőni. De hogy? Valami biztosan át kell váltani. Na meg kell nézni a beállításokat, de... most nem az igazi a játék, tegnap is már elég sok baj volt vele. Controls.
Hol van a secondary? Akármicsoda. Meg nincs bár. Na, oda néz, ilyen is van. Nem tudom. Ez a Squadron 1, 2, 3, 4, stb. Stb. Torpedó num 2. Num 1. Hát nem hiszem. Kamera. Weapons fire. Target. Secondary guns. P-vel lehet aktiválni. Betoljok. Na csak. Na ez is megvan. Ez is megvan. Különben sosem néztem volna meg. A P-vel lehet, a P mint Péterrel lehet aktiválni a másodlagos fegyvereket. Gondolom, amíg az elsődlegesek töltenek, addig lehet a másodlagossal durratni. Ami nagyon jó dolog. Ez tök jó dolog. Ezt van, ki kell próbálni. Elmenteném. Vicc. Vicc. És miért nem jó? Az miért jó? Ez miért nem jó? Kucsász meg. Na, szóval kicsit köhögős a szisztéma még egyelőre, ahogy észrevettem. Majd még szerintem lesznek ebből videók, bár nem biztos. Vagy még lehet egyszer-kétszer majd így megmutatom, hogy hol tartok. Igazából ezt nem nézni jó, hanem ezt játszani jó. Gépigénybe pedig, hát viszonylag egy 2 éves gép simán jó hozzá bőven. 2-3 éves, ami akkor még jó gépnek számít, egész jó gépnek számít, az még simán elviszi. Az enyém egy, mi ez? i7-es 4700 HQ proci 8 giga RAM-mal és egy GeForce GTX 870M 3 GB-os videokártyával. Ugye ez egy laptop, egy notebook, egy G750-es, azaz G750-es Republic of Gamers-os cuccom van. De és még tök jól működik. 2 éves. A lelkem. Na, hát azt hiszem, hogy itt ezt most befejezném, mert ez a dolog nem igazán működik most. Tegnap volt frissítés, és azóta nem tökéletes a játék. Tehát elég sokszor voltak akadások. Aztán egyszer egy fagyás is volt, amit aztán se Alt-F4-jel nem tudtuk bezárni, csak feladatkezelőből lehetett bezárni, kész. Nem válaszolt semmi, nem reagált semmire. Szóval, ha tetszett nektek ez a videó, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, ha nem tetszett, diszlájkoljátok nyugodtan. További szép napot és kellemes hétvégét. Sziasztok!